A Panna Csajok stb. A mai adásának vendége Wolf Katisia. Hello. Mi még soha az életben Kabaltban fogsz sütyüli. nem találkozunk. Igen, mert Én hogy egy itt, egyébként, itt egyébként, itt nincs nagyon meleg. Igen. Viszont nem. te úgy vagy felöltözve, mintha 30 fok lenne. Én... Szerintem egyik, a kettőnk között van való a normalitás. Igen, amikor az első babámmal hápótos akkor így átállították a hőháztartásomat, és úgy maradt, képzeld. Szóval, hogy mi még soha az életben nem Így van. találkoztunk, és nem beszélgettünk. Bizony. Nagyon durva. De azt hogy? Nem tudom. Mert azért ez, ez nem egy olyan nagy nagy pocsolya, amiben élünk, ugye? De szépen mondád. Szépen mondta. És azért lett volna rá Igen. alkalom, de valahogy, Igen. valahogy mégsem. Na, de most eljött. Te hány éve, leszámítva a nagyon fiatalkori ö, szakasz, te hány éve vagy úgy nagyon a köztudatban? Hát a 2010-es X-Faktorban lettem végül is ismert sokakkal együtt, úgyhogy akkor 14 éve, igen. De hát az már nem voltam azért nagyon mai csirke. 35 éves voltam, amikor mentem a bambusorba, és gyakorlatilag előtte ugyan, mit tudom, én, 20 évig álltam színpadon, de ugye nem futottam el, vagy nem ismert senki, még el nem kezdtem énekelni a vukot. És, és akkor végül is nekem az x oszta meg így a nagyon nagy elindulást. Mert hát ez egy nagy, ha már tartunk, az egy nagy, nagy ö, ö, kérdés volt, vagy úgy mentem oda, hogy felkészültem rá, hogy simán lehet, hogy kivágnak a francba ennyi idő akarsz már a, a pop szakmába. Mert egyébként az előtt évekkel a megasztárban elhangzott egy ilyen, egy 27-8 éves versenyzőnél, hogy. Hát eddig nem futott be, akkor lehet, hogy annak oka van, és kidobták az Ambrus aki egyébként a legjobban énekelt akkor abban az adásban. Úgyhogy amikor nekilódultam 35 évesen két gyerekkel az X-faktornak, akkor azért az volt bennem, hogy kell hozzá bátorság a csatorna részéről, és volt. Hát volt, ugye abban a műsorban volt egy ilyen korcsoport, hogy a nyuggerek, nem is tudom, a 25 pluszosok, azok voltak az öregek. Hát ott én voltam a a korelnök, de hát aztán végül is tök jó, jó sungot kapott pont ez, hogy ez lett egy ilyen sztori előtte, senki nem futott be ebben a szakmában ennyi idősen. És hát, hogyha ennyi idősen a popiparba el lehet kezdeni, akkor, akkor minden szakmát el lehet kezdeni. évesen. Igen, ezt akartam mondani, hogy szerintem ezt a narratívát ideje elengedned, ez a túl későn, túl öreg, ilyen, hogy ilyen és a többi, azért, mert valaki ezt mondja. Igen. Egyébként számtalan példát tudnék mondani, másfajta példát, ami azt bizonyítja, hogy, hogy az, hogy te hogy tekintesz magadra, csak az a meghatározó, Igen. és nem az, Tehát amit mennyien a narratíva szerint élünk. Főleg, főleg ez a, a mi szakmánk, ami azért körbe van ágyazva. A net szépségeivel. Hogy Igen, de ez is bizony, kommentes. hogy akárhányszor újrakezdhetjük. Jó, mondjuk Igen. agysebész már nem lehetek, de. Miért? Én, mert az már nem, mert az nagyon sokáig tart. Az no. nagyon sokáig tart, ez de nem. valójában majdnem bármi lehetek, Igen. ameddig csak van bennem hajlandóság vagy képesség. Szerintem is, szerintem is. Csak ezt nekünk szerintem sokkal erőtésebben kell képviselni. Tehát valakinek, aki előtérben van azzal, hogy most már azért szerintem jó irányokat vesz a, a nem tudom az emberek lelke vagy hozzáállása vagy oktatása, vagy te kapjuk a jót is, ha kinyitod a netet, mert azért most már nem szabad beszólogatni azért, hogy rajtad kevesebb kiló van, rajtad több kiló van, te nem tudom én, De még mindig van egy ilyen korral összefüggő amit amit más határoz meg, pedig nem kéne. Nem Jó, kérde. hát például ezért született ez a podcast sorozat is, ami ugyan a láthatatlanságról szól, uh -huh. de ha már itt tartunk, te érezted magad valaha láthatatlannak? Nehezen tudom elképzelni, de... El, hogy amikor kislány voltam, akkor elmentünk a macskák előadásra a szüleimmel, és a Halman Péter volt a nagyöreg. És volt egy olyan jelenet, Sose felejtem el, hogy középen ült a halman, és körülötte, tudod, 800 macskánk, ugráltak, pörögtek, forogtak, táncoltak, énekeltek. A halman semmit nem csinált, csak így ült. Uh -huh. És neked őt kellett nézni, uh -huh. mert olyan kisugárzása volt. És akkor mentünk hazafelé, és akkor mondtam az apámnak, hogy, hogy ez fantasztikus volt, hogy, 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 hogy micsoda, nem tudom én, láthatósággal ült ott. Uh -huh. És akkor mondta az apuci, hogy hogy igen, és hogy ezt nem lehet tanulni, ez benne van az emberben. És akkor én azt éreztem, hogy bennem nincs, és elkezdtem rágyúrni, hogy legyen. Úgyhogy most meg tudom már csinálni azt, hogy bemegyek valahova úgy, hogy nem veszel észre, és meg tudom csinálni azt, hogy bemegyek úgy, hogy mindenki észrevesz. De ezt így, így tudom, hogy így éveken keresztül így tanultam magamban, meg játszogattam ezzel, hogy akkor most látható leszek, vagy láthatatlan leszek. Mi a különbség? De, jön. de, de mi a különbség? Nem tudom, máshogy veszem a levegőt, amikor bemegyek úgy, hogy most észre Akkor magad? Vagy Nem is kihúzom magam. Ne, tal, valami ma, tölt. Valami töltet van, változik az emberben, igen. De hát az egyébként az én szakmámban láthatónak maradni. Van nehéz. Tehát, hogy ott mindig fönn kell tartani azt, hogy nem lehetsz, nem tűnhetsz el, nem lehetsz láthatatlan egy ilyen verseny szakmában. Magyarul meg kell újulni, ugye? Valami ilyesmire gondolsz? Vagy utálom egy ezt... ezt a szót egyébként, de hogy mégis. Hát az volt, szerintem le kell követned valahogy, ahogy változol. Uh -huh. És nem feltétlenül mindened újul, mert közben meg van egy tartalmad, ami, ami ugyanaz. Nyilván, aki arra harap, vagy aki arra kíváncsi, az, az kíváncsi ezt később is de azt nem lehet, hogy ugyanabban az egy pontban maradsz. De nem is hagyja az élet, szerintem nem hagyja. Tehát a, nem tudom, én 20 évesen azt gondoltam, hogy kész vagyok, ilyen vagyok, ez marad 82-ig. Ide nekem is az oroszlánt lesz. is. Igen, uh -huh. és aztán így csinál az élet, így pofozgat ide-oda, és akkor változol, változol, alakulsz, megrodjansz, fölemelkedsz és ezt valahogy beleépíted a, mondjuk az én szakmámba, mondjuk egy dalszövegbe csomagolod be a változást, mert azt is becsomagoltuk most pont egy, egy, pár hónapja egy dalszövegbe, az, hogy milyen dolog változni öregedni. Mert hogy most kerek születésnapot ünneplünk. Igen, 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 most voltam 50, és hát nyilván egy csom, csomó dolog, nem csak én, hanem ugye a korosztályom, vagy nem a korosztályom, hanem a a barátnőimnél is most vannak ezek. Van, aki még előtte, van, aki utána, van, aki most éli meg, van, aki még sírdogál, van, aki már röhög. De hogy, hogy azért ez most egy központi téma volt, meg így mindennek a, mindenki azért úgy rám tált. jaj, 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 És nőnek a lányaim, és azt látom, hogy nagyon nem mindegy, hogy mi az, ami, ami előttük otthon egy példának megy, meg hogy... Mire gondolsz? Hát, hogy ők nyilván egyrészt élnek rajtam kívül is, tehát mindenféle behatások. Egyre nekem. inkább élnek rajta hát kívül igen. is. Igen. És <laughs> 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 a, a kapják ők is a mindenféle benyomásokat, meg behatásokat a netről, <laughs> bár, bár azt gondolom, remélem, hogy, hogy uh, sikerült nekik így valahogy mederben maradni. És nem ilyen cicababa uh, nincs lánykákat követnek. De hogy nekem is az anyám egy példa, vagy a nagyanyáim voltak példák arra, hogy hogy kell, hogy kell nem tudom én, jól változni. És akkor ezt hogy próbálom én is a gyerekeknek, hogy úgy azt lássák, hogy milyen egy húsvérnő aki persze küzd, meg jól akar lenni, megcsinálni, meg a szakmáját, meg kinézni, meg mit tudom én, micsoda, de hogy ez ne, ne legyen abnormalitásba hajló. Tudod, nem, nem olyan régen, a, abban a székben, ahol te most tűz, ült, e, e, László irén, 74 éves személyjegyző, e, aki elmondta, hogy az, hogy hogy élsz mondjuk 45 és 55 között, az nagy mértékben meg fogja határozni, hogy milyen e, időskorod lesz. Oh, e, de miért csak a 45-50? Hát 45-55 között. Tehát az, hogy mennyi izmod van, hogy mennyire törődsz magad, stb. Uh -huh. többi, stb. Többi. De most nem uh -huh. ezt akarom uh -huh. kiegyezni, vagy nem akarom <laughs> kiegyezni, hanem hogy te úgy érzed, hogy egyébként az 50 megelőző kor szakodat, tehát uh -huh. mondjuk a fiatalkorodat is beleértve, uh -huh. hogy kihoztad belőle a maximumot? Úgy értél, ahogy akartál? <laughs> Nagyrészt úgy éltem, mm -hmm. nagyrészt úgy éltem. Ha most visszamennék, akkor máshogy élnék, de amikor megéltem azokat, amit én 20-as, 30-as... Akkor nemém, jónak tűnt. Akkor igen, hogy szerintem az tök fontos, hogy, hogy azért mindig úgy éltem, hogy valahol a szívem szerinti döntésekkel. És aztán nyilván utána, tehát soha nem tudod, hogy hogy döntesz, meg nincs olyan, hogy jó vagy rossz, hanem döntesz, aztán az hoz magával. valamit. A legjobb tudásunk szerint döntöttem. Szerintem a legjobb érzésünk szerint, nem a legjobb e, tudásunk jó. szerint. Hát igen. jó, igen. Hogyha a tudásom szerint döntöttem, <laughs> on, nem tudom, mi történik, azt köszönöm, nem? De hogy a szívemnek megfelelőeket döntöttem, és akkor az, még ha hozta magával a mondjuk egy fajta szarcun, amit akkor is azzal hogy meg tudsz küzdeni, mert azt mondod, hogy jó, ez nehézséget hozott, de, de itt, itt, megfelel, a, itt van egy egyenlőssége, hogy azt csináltam, amit akartam. Hát lehet, hogy nehéz, nehéz, vagy nem jó, vagy majd később lesz jó. Wolf -Kati elégedett az a, a, ami ennél vált 50 éves korára. Ez nekem ezt jelenti? É én nem, nem, érzem, hogy nem egy pont. Hogy, na most, ne. Tehát, hogy annyira folyékony az élet, vagy folyik, hogy érted, most éppen meg vagyok elégedve vele, és holnap után reggel úgy fel, hogy azt a rohadt élet. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy megérkeztem, -e? mert már arrébb vagy öt másodperccel. Úgy élek, hogy. Persze, nyilván. De mondjuk a fizikai dolgaimmal meg vagyok elégedve, vagy annak örülök, hogy, hogy jól vagyok benne, de hogy nincs olyan, hogy most így hátradőlsz, hogy na, akkor kész, Kati, kész. kész és Persze, jó. hogy nincs. Soha nem dőlhetünk hátra. De hát ezt tudjuk. Hogy így, az is lehet mondani, hogy és 45 és fél éves korodra hova érkeztél, 62 és negyed és egy hét és négy nap hova érkeztél, tehát szerintem nem. Ez igaz, csak általában a kerek évfordulókon szoktunk lehet, megemlékezni igen. az éppen aktuális állapotunkról. <laughs> igen, igen. Igen, nagyjából igen. Na, De téged megijesztenek ezek a kerek évfordulók? Nem. Nem. De mégis valamiért számadásra... Késztet, vagy... Hát, vagy, a, vagy Igen, mert ez a szokás. Unasuntalan ismételt megújulásra. S, igen, de hogy én jobban szeretek, amúgy is ad az élet olyat, amikor így leülsz, hogy na most megérkeztél valahova, gondolkodj. Vagy nagyon jó dolgokat, vagy ha találsz egy olyan elfoglaltságot, embert, kapcsolatot, de. élményt, ami nagyon jó, nagyon rossz, valamiért megakasz, vagy úgy érzed, hogy megvan, akár egy, ez egy élmény is lehet, vagy egy párkapcsolat, vagy bármi, amikor ilyen flesseket kapsz, jó, vagy rossz dolgokat, annál sokkal inkább megállsz. Most az, hogy 30, 40, 50, 60, 70, az ilyen kényszer megállás. Éppen, ne, 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 ne haragudjat, halláljak meg fél évvel ezelőtt, vagy négy év múlva. Szóval most se úgy nézem vissza, azon gondolkodtam, valaki kérdezte, hogy melyik volt szörnyem, a 40 vagy az 5 és azon gondolkodtam, hogy mi volt a 40-nél, nem tudom. Nem tudom. Azt meg tudom neked mondani, hogy az X-faktor mikor volt, hogy hány éves volt, amikor születtek a gyerekek, hogy mit tudom én, a, a válásunk, a mit tudom én, boldogságok, utazások, szerelmek, mit tudom én, azt meg tudom mondani. De hogy így az jubileumi dolgokat, csz, azért emlékszem az ötvenre, mert a nagyon sok, nagyon jó barátnőm van. Tehát szerintem az nem igaz, hogy egy igazi barátja lett az embernek. Vannak szívbéli jó barátnőm, és van egy csapat, négyen, akik együtt dolgoztunk még a X-faktor előtt a civil szférába, és ezek reggel 6-20-kor fölkeltettek engem otthon virágcsokor a luffy Jó, reggel! Akkor születtél 6-20-kor? Nem, 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 hanem le volt besz... mondtam, hogy meglepetés bulit nem akarok én, azt nem, jó, igaz, és úgy volt, hogy aznap azért ők így átjönnek hozzám este, és akkor lebeszéltük, és ezek a hülyék, ja, de édesek, hogy összedumáltak a gyerekeimmel, Főkettem reggel, mit tudom én, hat, Hat előtt, akkor megcsártam, a, a kicsi elindult annak, indulóba volt, megcsináltam neki a, a szendvicset, és akkor mondtam, hogy jó éjszakát énzi, akkor vissza szoktam feküdni. És akkor hallom, hogy így matatnak ott kint. Na, nem bír kimenni a gyerek az ajtón, mit szerencsétlenkedik, tudod, és akkor... Hát nem ő engedte be őket, és akkor... Uh -huh. és csak ott álltak az ágyamnál, tehát cukik voltak. Látod? Már... Ezért emlékszem, hogy mi történt az Komolyan Akkor már megérte őt. Az estére menni, már nem, nem úgy rá. Rá. De, 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 az, de de. De. De az de. nagyon jó, hogyha már nem emlékszel az estére, akkor az a, a szuper jól sikerült. de hogy, hogy, ez a megújulás, ezen rugózok ezen a, ezen a kifejezésen, de hogy, de hogy ugye az élete soha nem marad ugyanolyan. Te is elmondtad, nem fogok belemenni a részletekbe, de hogy az embernek mindig vannak buktatók, meg nehezebb, szaka nehezebb szakaszok az életében. Ugye igen. mondják ezt, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Én ebben nem hiszek ennyire. Jaj, de jó, Tehát, Örülök, hogy, hogy ezt mondod. Hogy igen, az embert így üti vágja az élet. Nyilván vannak benne csodálatosan szép pillanatok, van benne boldogság, igen. szívfájdalom, minden. Minden van benne, de ettől valójában a nap végén többek leszünk. Igen, nem erősebb leszel, csak több, szerintem is Igen. egyetértek, hogy nem, hogy megerősít, hanem az, ami úgy porba döngöl, az meggyengít, hosszú időre meggyengít, Persze. és aztán megtanulsz úgy vele együtt élni. Ettől nem erősebb leszel, csak tapasztaltabb, meg mondjuk elbírsz több mindent, de de az az erőd az mindig megvolt, csak mit tudom én, akkor kellett elővenned. De szerintem indulsz egy csomaggal, és egy csomó minden benne van az emberben, amikor valaki mondta, hogy a, hát, hogy a, a nagyanyáink generációja mennyivel keményebb, hogy mert nekik kellett lenni, és most lehet, hogy már nekünk is kell, mert hogy ők átélték a világháborút, hát majd meglátjuk, mi átfogjuk-e a következőt. De hogy nincs olyan, hogy gyengébb, meg erősebb generáció, csak más, feladatokkal kapják meg, vagy nem kapják meg, hogy elő kell szedni azt az erőt magadba. A, te tudtad, hogy erős vagy, még nem szültél? Hát én nem tudtam. A legnagyobb felfedezésem az az, volt, hogy oh nagyon erős vagyok, de ezt nem gondoltam egy nappal a szüléseim előtt. Utána már igen. Én meg azt gondolom, hogy mindenki vigye a maga puttanyát. Tehát, hogy, hogy pont annyit kapsz, amennyit elbírsz, és és ha neked ez a nehézség, a nagyanyádnak az volt a nehézség, nem lehet súlyozni ezeket, hogy, hogy melyik keményebb vagy nehezebb. Hát meg igazából nem tudod, hogy lehet, hogy nem annyit kapsz, amennyit szerintem. Ha mázlit van, akkor annyit kapsz. Jó, hát van, van, van ami, ami beledöngöl a földbe, de szerencsére mindketten itt vagyunk, úgyhogy Igen. nem vagyunk beledöngölve a földbe. Na de a változás, a változás fontossága az, hogy te is mondod, hogy 19 éves a, a nagyobbik gyerek, tehát azért e, ott állsz te is, nekem 21 a nagyobbik, 17 a kisebbik, tehát uh -huh. két lány szintén. Uh -huh. Tehát, hogy ott állunk a kapujában annak, hogy ők, ők elmennek. Tehát De. nekünk újra kell definiálni az életünket. Igen. E, másképp súlyozódnak a, a, a dolgok, a, az együtt töltött idő, az, hogy te mennyire tudsz ismét önmagad lenni, mert egy uh -huh. emlékszünk erre, amikor megszülettek, hogy eddig mit csináltunk, mivel fog, <laughs> <laughs> miért töltöttük a időt. Nem, é, gyere, nem é, tudom. <laughs> igen, tehát, hogy akkor jön egy jóval intenzívebb szakasz, és most egyszerre igen. csak jön egy kevésbé intenzív igen. ilyen értelemben. Tehát, hogy te ebben hogy kalkulálod újra magad? Hát azért az én szakmámban muszáj, muszáj amúgy is állandóan meghatározni magadat. Hát szerintem ez egy állandó feladat, és még szoktam mondani, hogy az én szakmám az, dacára, hogy ott van velem a zenekar mindig, és a körülöttem levő csapat, akikkel dolgozom, azért ez egy magányos dolog, mert végső soron én fejez, magamat fejezem ki ott a színpadon még akkor is, hogyha együtt a zenészekkel Meg dolgozom. Meg te vagy a húzónév. Igen. A neveden fut. Igen. Ö, illetve, elvált te -e is? Mm -hmm. És elváltál. Hogy ugye egy Erről egy hét hét nem vagyunk. szoktam beszélni, de Igen. ha jól értem, te sem. Ja, ne haragudjon. Nem <laughs> baj. <laughs> nem, nem, nem. nem. <gül> <gül> és, és egy hét, egy hétbe vagyunk, tehát tulajdonképpen már van egy felkészülő ide szakom arra, mi lesz, ha kirepülnek. De nem tudom, mi lesz, meg fog bolondulni, mert azért, amikor le, megy az egy hét, akkor már, akkor már nagyon, tehát igazából az, hogy otthon laknak, csak most nincsenek otthon. De pont múltkor valaki, vagy nem hallgattam egy podcastet erről, és azt nem tudom elképzelni, hogy mi lesz, amikor majd nem oda jönnek. Tehát vasárnap nem érkeznek meg, hanem jó esetben főívnak telefonon, bár nem egy nagy telefon egyik se. Hogy nem tudok okos lenni, hogy mi lesz akkor. Lehet, hogy választok még egy szakmát, nem üres időimben. Nem tudom, vagy veszek még öt kutyát, vagy nem tudom. Vagy... Jó, Jó, de hát, hát ez még egy nem szeretnék feladat. Hogy nekünk magunkban kell jól lenni, nem? Hogy ez az, ez az életfeladat. Kicsit. De ismersz olyat, aki tényleg tök jól el van magában? Igen, ismerek. Csodálattal nézem, de ismerek, igen. ismersz. ilyet <laughs> ismersz? Most nem tudom megszámolni, de És szeretném megkérdezni, mert tudom, hogy ez mindig elhangzik, hogy először legyél magadban jól, és aztán, de hogy szerintem olyan mértékben társas lény az ember. És, és akkor miért sú... nem csinálunk közösségeket, mert egyébként ez a másik nünükém, hogy... Nünükém? Igen, hogy, hogy az emberek elmagányosodnak. Tehát, hogy mondjuk... ez? Ezt nagyon ten... durván van, Igen, hogy magányos Én mondjuk mindent megteszek azért, hogy az én életem ne ilyen legyen, de persze Igen. nyilván vannak benne magányos pillanatok, de de hogy akkor hol vannak ezek a közösségek, vagy miért nem csinálunk ilyen közösséget? Csináljunk. Gyertek Wolfkati koncertre, tök jó közösség. De tényleg kecselni, de nem tudom, én azt nagyon nehezen kivitelezhető dolgnak tartom, vagy látom, vagy hogy, hogy érkezd meg oda, hogy egyedül tök jól vagy. Az olyan már, mint hogyha kicsit lemondtál volna a, Tehát, hogy mert, mint ha már mintha meg kicsit kifele mennél ebből az életből. A közösség? Nem, 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 nem. Hogyha, lem, hogyha, eljutsz oda, hogy önmagadba tök jól vagy. Egyedül ülve. Mert vannak ilyen pontok az életben, nekem is volt, amikor irkalmatlan megzuhanás, uh -huh. és úgy benyomja a stoptáblát az élet, és akkor egyszer csak megtanulsz ülni és gondolkodni kütyű nélkül, könyv nélkül, ülsz, ülsz így a kávéddal kint, ha van te rosszod, akkor ott, és nézel a semmibe, hogy ez mi a... Uh -huh. És akkor meg kell állj, és akkor mondják neked, hogy egyedül is majd jól leszel. És ezt nem tudod elképzelni, és amikor mondja nekem valaki, hogy de hát visszaülsz a természetbe, látod, hogy süt a nap, hogy a levelek a fán, és az nekem kicsit egy olyan, kicsit a halában mész már, nem? Mikor leraktad azt, hogy a többiekkel leszel egy. Szerintem két különböző dologról beszélsz. Az egyik az, amikor amikor valóban megszereted a saját társaságot, tehát nincs szükséged külső impulzusra ahhoz, hogy jól, jól tud legyen. érezd magad. Uh, és az, amiről te beszélsz, az pedig az, hogy hogy nem élvezed ezt a, ezt a helyzetet, és nem találod meg benne azt, ami egyébként benne lehetne, mert végül is az első naptól az utolsóig magunkban vagyunk, ha, ha így veszük. De, de ezt most írtó nagy mellényel mondom, mert pontosan értem, hogy miről beszélsz, uh -huh. de közben szerintem fontos, hogy, hogy adjak egy ellenpontot ennek a az érzésnek, amit így elénk tártál most az előbb. De, de továbbra is ezt gondolom, hogy, hogy, ha az embert körülveszi egy valamilyen, bármilyen közösség, amiben otthonos, akkor azért ez... Érez. És nem, nem, hiszem, hogy ez egy társ oldja meg ezt a... Igen, de alapvetően szerintem ugye érzést. a családot adja, a családod adja meg. Akikkel legtöbbet vagy, az azok, akik egy légtérben laknak veled most ebből kimennek a gyerekeim, és most nem fogom megmondani, hogy éppen most van-e ott egy, még egy személy, vagy nincs, de amikor nincs ott egy személy, mert éppen nincsen párkapcsolat, és kimennek a gyerekek, azt akkor jöjjön ide, az, aki az zászlót viszi, hogy ez egy könnyű dolog, és meg tudta odani könnyedén. Mert tudom, hogy ezt éljük, talált meg magad, és egy magad beszél, de hogy szerintem ez egy korbetegség, és azért mondjuk, mert, mert magányban úszik a félvilág. Igen, ez így van. De például Jodi Foster mondta, hogy az 50-es évei küzdelmesek és nehezek voltak, pontosan ezek miatt, amiket amikről most mm -hmm. beszéltünk. Tehát ez a kírül a fészek, mm -hmm. igazából úgy a, a, a karrierével is vannak problémái, szóval stb. 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 Szóval. és hogy valami történik, most csak ezt előrevetítem neked, hogy Igen. tíz év múlva. Ja, de jó. Valami történik 60 éves korban, és egyszerre csak tan terem terem mindezt Megszólalnak a harsonák, lesz. hogy valami zene ízével éljek, Igen. és, és hirtelen az, azt mondja, hogy, hogy így, így semmi nem zavar, most nem érdekel, Igen. és tök jól vagyok. Úgyhogy, látod? És közben azt sem tudom, hogy el akarok-e ide jutni, mert kicsit az a motiválatlan időszaknak tűnik. De úgyis, pont, hogy ez motiválja, hogy akkor viszont minden a helyére hullik, és állati jó lesz. És, és utána még mit akarsz, vagy mi a vágy? Mi húz előre? Na de várjál, most akkor arról beszélgetünk, hogy lehúzzuk a redőnyt. Tehát az, a, hogy, hogy... Az, a, hogy Kicsit nekem akkor van érzésem, hogy lehúzod a redőnyt, amikor valaki hogy most minden szép és jó. Akkor mert azt nem érhet. hiszed -e. Miért? Hát mert... Miért az élet csak csupa a küzdelem? Nem, nem, nem. Nem, nem, egyáltalán nem. Nem, és én egyébként tökre... Most... Réptam mi derült ki ebből a hogy én igazából egy alapvetően jó, jó kedélyű nő vagyok, aki így, így jól van. Tehát így, jól vagyok, jól vagyok, de hogy mindig van valami mozgató erő, mindig van valami, ami még nem jó, Na, ez még nem jó, ezt még meg kell csinálni. Na, ez most jó volt, most megint nem jó. Lehet, hogy a te maximalizmusod, vagy nem tudom ezt miből táplálkozik, de az nem baj, mert ez visz előre. Ja, hát Szerintem a változásra való igény visz előre, és addig, addig van valami. De mindig lesz, mindig lesz. Majd akkor jönnek az unokák, még nem, még nem, még, még nem. Ne <laughs> tudom, még, még nem. Ne De hogy mindig lesz valami. Mindig. Igen, csak a Jodie Foster féle, nem tudom, mi hatvannál jön. Majd visszajövök, akkor tíz év múlva beszélgetünk. Jó. Hogy jön azt, hogy minden szép és jó. Hát hol minden szép és jó a túlvilágon? Nem, mert akkor már nem vagy. Ha, na, tudod. Én így gondolom, hogy, hogy a lehet, hogy valamiféle kollektív tudat az van, de hogy az egyén az... az... De, de akkor... Marha nagy, tök ez jó közösség, egy hitbeli, ami benne vagy. Ez egy hitbeli kérdés, Igen. tehát, hogy ez mindenkinek más, és én ezt tiszteletben tartom, ez az enyém, uh -huh. de de szerintem annyi mindent lehet csinálni, annyi mindenben meg lehet találni az örömet, és, és egyetértek. És, és amiben... Van ráhatásunk, hogy, hogy hogy a saját életünket így faragjuk, az, az tegyük meg. Egyetlis. Van, amire, nincs. Van, amire nincs. De azt nem tudom, mi lesz, ha kirepülnek a gyerekek. Majd, Visszatérve, én tudom, átjössz át hozzánk és dzsintonikhoz. Na de minden, nem minden este mikor... értem, megyek. Szuper lesz, Érdez, minden lesz. este otthon ülnek. van ha ráérsz. <sínt> Jaj. Na mindegy, ez még a következő életfeladatom, azt látom majd, hogy mikor el kell így a gyerekeket engedni, hogy akkor már nem otthon laknak, hát az kutya lesz. Pedig egyébként tényleg, amikor elkezdtük ezt az egy hét, egy hét, akkor az volt, hogy egy hétig nem voltak, és utána, amikor elindultak, akkor így Egy a világ, tudod? Szíjház, egy hét mozi, Nézd, az első három nap szuper volt. És akkor aztán hogy elkezdődik így a, jó, most egy kicsit jelentek, Jó, most akkor, jó, akkor már a telefon, átmentek egy kicsit, meg ízési át szoktunk menni egymáshoz, mikor az apjuk nem vannak, akkor én néha átmegyek megölegetni őket, amikor nálam vannak, akkor meg néha. Tehát ez a, na mindegy, már szerintem túlbeszéltük ezt. <síthat> Mi szerintem mire ez bekövetkezik, addigra már kondicionálod magad eléggé, hogy Egyébként meg a helyzet. simán lehet, hogy 40 évesen otthon fognak lakni, és akkor meg az lesz a legnagyobb gondom, hogy menjetek már a francba innen. Lányok? Szerintem nem. Nem, szerintem sem. Szerintem sem. Jó, de ha jól csináltad, akkor úgyis visszajönnek. Mármint vissza-visszajönnek. Nem, akkor... Én a szemüket, mint Visszafognak. Na, de figyelj, hogyha valami neked örömet adhat, az tuti az éneklés. Amen. A zene. Igen. És azért én a, a, a szó legjobb értelmében irigy vagyok, mert egyáltalán nem tudok énekelni. <coughs> az 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 az, az, aki nem tud, az mind nagyon szeretne. Igen. Mert az, az szerintem az egy ilyen, Igen. Az ilyen angyali dolog lehet. Igen. És uh, abszolút azt gondolom, hogy tényleg ilyen túlvilági, angyali, nem tudom én, dolog. És ezt nem csak abból gondolom, hogy én milyen állapotba tudok kerülni a színpadon, hanem nekem is voltak olyan koncertélményeim, mást hallgatva, ahol így úgy éreztem, hogy így nem tudom, kinyílik egy dimenzió, és hogy egy év az, azzal, aki fönn van a színpadon, hogy itt érzed egy az egybe, amit ő énekel, olyan, mintha ilyen csatornák nyílnának ki az emberek között. És egyébként fönt a színpadon léve is ezt gondolom, hogy, hogy mindegy, mit mondok, mindegy, miről beszélek, persze ez fontos, hogy milyen szöveget énekelek, de ugye alapvetően én például ugye nem nagyon mutatom meg semmilyen dolgomat a bulvárban vagy a médiában, nagyon keveset lehet rólam. Tenni. Miért? <laughs> Elég néha nagyon egyszerű lenne, úgy érzem, hogy nem tudom, bármit, bármi hírt magammal kapcsolatban szétkürtölni, egy nem én, levetett bugyival együtt sokkal könnyebb lenne, de hogy amikor fönnvők a színpadon és énekelek, akkor, akkor megkap a, a egy teljes wolfkatit itt, megkap a közönség. Ott nem tudsz kamuzni, ott kiderül szerintem az ötödik hangnál, hogy ki van fönn a színpadon. És az, az egy, dacára annak, hogy az ember ott tényleg így lemesztelenti le, magát, meg megmutatja magát, mégis egy nagyon biztonságos közegnek érzem, megmutatni magam, az az egyetlen helyszín, mert mondjuk ugyanígy egy, egy ö, interjún, egy beszélgetés vagy akármi, mindig ott van a, a, a hátsó gondolatom, hogy tudod, majd most ebből mi fog kimenni, mm. mi lesz az a három szalakcím, amin én így úszottam, hogy atya úristen. De, de a színpad, az úgy egy ilyen, Adok-kapok közeg, hogy ott közben valahogy teljes biztonságban vagy. Hmm. Biztonság, ez milyen érdekes, nem? Miközben ott állsz potenciálisan több ezer ember előtt, vagy sok ezer ember előtt akár, vagy a tévében akár Igen. milliók előtt, Igen. és ez a biztonságos, ez nagyon-nagyon jó. Nekem az egy önazonos hely, vagy ott, ott persze izgulok nagyon, mikor kimegyek, de hogy ott azt érzem, hogy úgy úgy, úgy kitok nyílni, meg, meg, uralom azt a helyet, ahol fönn vagyok a színpadon, meg ö, este közben most azon gondolkodom, hogy közben meg egy olyan szakmában vagyunk, ahol nem hibázhatsz, igazából egyet hibázol, és már. Ö, de az is inkább a... Vagy nem tudom, nekem mégiscsak az biztonságos, hogy ha ott hibázom, az, az valami, az valami ha mondjuk bulvástoriba menne ki valami, amit hibázol, tudod, uh -huh. nem tudom én, rossz valakivel állsz szóba, nem tudom én, csúnyán nézel valakire egy rossz mondatot mondasz, az tök más, mint amikor a zenébe van ez az egész beágyazva. Valahogy színpadról mindig úgy jövök le, hogy az összes hülyességgel együtt, hogy úgy kerek egész volt, jó volt, megkaptak engem, ahogy én akarom átadni magam a zenével, vagy az énekkel. Igen, meg ha van egy rossz hír, akkor utána azzal fognak egyenlőséggel tenni közted meg a, a megtörtént dolog között. Igen, és ez lemoshatatlan, de hogy az ember ezért a, igen, is ilyen óvja az igen, életét, hogy igen, ezek igen, igen. ne kerüljenek ki, persze. Nem vagy sikerül, vagy nem. Na most azzal kezdtük a beszélgetést, hogy azt mondtad, hogy 14 évvel ezelőtt, tehát hogy te már egy őskövületnek számítottál, ugye, amikor, igen. amikor uh, bekerültél a tehetségkutatóba. Uh, és hogy, hogy szerinted egy egy 50 éves énekesnő, tehát hogy nézhetjük a külföldi uh -huh. példákat is, uh -huh. hogy hogy mennyire fontosnak tűnik, hogy hogy néz ki, meg mennyire releváns mondjuk egy, nem tudom, egy Jennifer Lopez, vagy most is tök uh -huh. mindegy, kire gondolunk, vagy egy Sher, aki már 77-8, és van Igen. egy 30-szakárhány éves fiúja, de ez most mindegy, nem erre akarom kifutatni, hanem, hanem tényleg arra, hogy, hogy szerinted akkor ma egy 50 éves énekesnőnek mit kell tudni adni, produkálni, mutatni magából? Hát, eh, tudom, hogy van. Szerintem ugyanaz, Szerintem... mint 14 évvel ezelőtt, ezért kérdezem. Igen. Jennifer Lopezből van egy. Hofkatiból is egy. Erre van, bitangul nézkenő, mondom. de még sose találkoztunk vele élőben. Tehát hát, mi se egymással, csak mondjam. igen. Hát, hogy tényleg lecsekkold, amit látsz a neten. Hm. Uh, sokkal jobban szeretem azokat a példákat, meg szerintem attól függ, hogy valaki ebben a szakmában megmarad, vagy nem, vagy sikeres, vagy nem, vagy látható marad, vagy nem. Kepesztett az ember, mint a hülye, de csak akkor fog látható maradni, hogyha az egész embernek van egy Közlendő tartalma. És sokkal jobban szeretem példának hozni mondjuk a Pinket, aki nekem egy nagy kedvencem. Uh -huh. Mert nem az jutról eszedbe, hogy jó a teste, meg pörög, meg jól néz ki, meg mit tudom én, -e, hanem az jut eszedbe róla, hogy egy vagány nagyszájű nő. Tehát, hogy más tartalmat pakolsz hozzá. Vagy a Sting, aki tényleg embertelenül néz ki, nem tudom, voltál-e Sting koncerten az utóbbi időben, hát ilyen újatlan izében van tiszta száka, fickó, nem tudom hány éves, de úgy néz ki, hogy azonnal az összes nő menne vele a koncert után, és az összes férfi meg Sting akar lenni. Szerintem szóval kb. 75 hát, körül lehet már. Irgalmatlan hát. tényleg, de nem ez az első, ami eszembe jut róla, hanem az, hogy Sting egyelő, nem tudom, szabadságvágy, tehát hogy egy ilyen szabadságfickó. Hogy úgy és szerinted mi jut a volvkatiról eszébe az ember? Hát nem tudom. És neked mi jut magadról? Lesz? Magamról? Én egy ilyen humánus nő vagyok, tehát én nagyon szeretem a fontos emberi értékeket, tehát nekem fontos a azt, hogy mindenki, remélem, ha ott vannak a koncertemben, akkor azt érzi mindenki, hogy az lehetsz, ami akarsz. Hogy semmi más nem határoz meg téged, se kívül, se belül, csak amit te akarsz lenni, csinálni, amilyen akarsz lenni amit gondolsz. Hogy jó vagy, úgy, hogy vagy. Remélem ez. Oh, lalala, lalala, lalala. Ez elég jó. De meg kéne kérdezni az utcaemberét, hogy mit gondol Aki volt koncerten, az ezt fogja mondani, szerintem. Az ezt fogja mondani. Mert nekem szerintem az a feladatom, amikor fölmegyek a színpadra, vagy én azt érzem küldetésnek, hogy, hogy, nem határozhat meg soha senki más, hogy aki ott van ép, akkor azt érezze azt, hogy jó van, hát én is, én, is, én is, jó vagyok, jól vagyok. Így, amiben vagyok, amit, amit, amit képviselek. Volt egy szuperszonikus énektanárom, tanárom Endre, haláláig hozzá. És mindig azt mondta, hogy amikor belép egy új ember az ajtón, egy új tanítvány, akkor a tanárnak az az első dolga, és szerintem így kell minden emberhez hozzáállni, csoda mondat, hogy azonnal fogadd el, hogy ő egy másik. Bocsásd meg neki, hogy ő egy másik ember. Tehát máshogy érzi magát, mások a gondolatai, máshogy fogalmaz, más szeret, más gyűlöl. Ez nem baj, csak másmilyen. Én is. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozzatok fel és nyomjátok meg a csengőt, hogy azonnali értesítést kapjatok legújabb tartalmainkról.